Nyírbogát évekkel ezelőtt elsők között indította el a közmunkaprogramot, a létszám azóta is folyamatosan nő. Jelenleg körülbelül 200 állandó közmunkást foglalkoztatnak a községben. Helyben termelnek zöldségeket és gyümölcsöket, például uborkát és paprikát. Részben saját területen, valamint vállalkozók és a lakosság által felajánlott földeken dolgoznak. A mezőgazdasági projekt mellett nagyon szépen dolgoznak a többi projektben résztvevő közmunkásaink is, a belvíz elvezető rendszernek a rendbetételével szinte minden árkot megújítottunk a település belterületén. Mi magunk készítjük az árokba a fedlapokat. Itt van egy kis üzemrész, ahol részben térköveket, részben a belterületi vízelvezető ároknak a födémlapját készítik el ugyancsak közmunkásaink. A hétvégén megrendezett közfoglalkoztatási kiállításon a helyi savanyító üzemben készült termékeket mutatták be a nyírbogáti standnál. Nagy sikere volt a töltött paprikának, a paradicsomlének és a szilvalekvárnak is, főleg házias ízük miatt. Mindenki munkája benne van ebbe a kiállításban, amit itt a háttérben is látnak, úgyhogy mi köszönetet tudunk csak kifejezni a közmunkában résztvevő embereknek, akiket foglalkoztatunk, akik megtermelték ezeket a növényeket, zöldségféléket, gyümölcsöket, és minden nap frissen behozzák, és akkor a savanyító üzembe a kis stábunk minden nap frissen elkészíti. A közmunkaprogramnak köszönhetően jelentős mértékben csökkent a munkanélküliség Nyírbogáton, jelenleg mindössze 26 regisztrált álláskereső él a községben.